Kézjeles hagyományos gól egyet ér, minden más kettőt, és mind a két fél időt meg kell nyerni. Az a gárda szerzi majd meg a mérkőzéset járó megfelelő pontokat. Egyébként a magyar csapat a legutóbbi világbajnokságban érte a legjobb eredményét. 2014-ben ezüstérmet szerzett a gárda. Emellett egyébként a Fair Play díjat is besöpörte a magyar női strandkézilabda válogatott. Sőt, az All-Star csapatba a kapus Győri Ágnes is befért. És hát láthatjuk, hogy Tájföld ellen ezúttal is jól védett. Ugye mint szinte minden csapatsportágban, ahol van hálőr, gondolom itt is fokozottan szükséges az a mondás, vagy fokozottan érvényes, hogy vegyél egy jó kapust. Mindennek az alapja egy jó hálóer. Sokszor mondják ezt. Nagyon sokat segít a csapaton. No, akkor először még az ünnepélyes bevonulás, a pici melegítést és a megbeszéléseket követően jönnek, tehát az argentinok, akiknek ez mindössze a második világbajnokságuk, először 2014-ben vettek részt a 11. hely, és akkor következzék a kétszeres Európa bajnok, VB ezüstérmes magyar női strand kézilabda válogatott. Hát a hazai pálya előnye, azt hiszem, az mindenféleképpen mellettünk szól, és a szurkolása nem lehet panasz, pedig még mindig elképesztően meleg van itt kint a budapesti Palatinus strandon a Margit-szigeten. Közben láthatjuk, hogy török és lengyel játékvezetők lesznek majd ezen a mérkőzésen, akik fújják a sípot. Néhány ajándék. És természetesen a szövetségi kapitányok és a vezetők, felkészítők is sok sikert kívánnak egymásnak. Íme a magyar csapat összeállítása, ugye Grózi János Árpád a szövetségi kapitánya, ahogy azt láthattuk, már hallhattuk. És hát nem szívesen emel ki az ember egy-egy csapatból, főleg, hogyha jól szerepel a csapat különböző neveket, de azért azt az első mérkőzésen láthattuk, hogy például Csiki vagy Győri Ágnes a kapuban, illetve ugye a mezőnyben Krecz Fruzsina, ők azért a meghatározóbb játékosok közé tartoznak, de mennyire lehet valóban egy-egy kulcsjátékost kiemelni ilyenkor egy strand kézilabda válogatottban? Hát ugye van a játékszervezésben ugye a nyúl, ő neki van fontos szerepe. Ugye ő előző meccsen Csiki Renáta volt, ugye Brózkitit is láttuk, most nem tudom, hogy így fognak játszani, vagy Reni lesz a nyúl. Ő neki fontos szerepe van ugye, hogy a védekezést hogy tudja elhúzni saját maga felé, és ugye hogy tudja osztani a labdát a többieknek. Az argentinok kerete, Carlos Marcelo Barti, a szövetségi kapitány. És az első mérkőzésen egyébként Argentina, miközben itt láthatjuk Barti mestert. Szóval az első mérkőzésen Argentina 2-0-ra kikapott Spanyolországtól 14-8 és 13-11-es félidőket követően. Az argentinok kezdhetik meg az első támadást a mérkőzésen, a magyar csapat pedig valamelyest szerelést cserélt erre a találkozóra. És az első gólt is a vendégek jegyzik. Ők is nagyon hasonlóan játszanak, mint a brazilok, inkább a kínait képviselik. Majd egy szép befordulás a túloldalon is, Csiki Renáta! Ez is egy szép befordulás volt, 2-2, ugye ezek a gólok, hogyha a levegőben 360 fokos fordulatot látnak, és gól az akció vége, akkor az egyből két pontot ér. Háttérben pedig a pompomlányok, illetve néhány ultra is kilátogatott erre a találkozóra, emelvén a szurkolás szintjét. A második magyar támadásból egyelőre nem született gól. Krecz kezéből csúszott ki a labda. A délelőtt, amikor ugye még játszott a magyar csapat olyan 11 és dél között, akkor tényleg közel 40 fokos hőségben kellett pályára lépniük, vagy homokra lépniük. Miközben megvan Győri Ágnes első védése is. Mennyit számít az ilyenkor, hogyha ennyire más az időjárás? Más egyáltalán? Annyira nem más, inkább örülnek, hogy egy kicsit nem süt a nap a szemükbe. Ugye a meleg megmaradt, csak a napsütés ment el. Szerintem a csajokat ezt így nem zavarja, vagy nem befolyásolja. Igen, borzasztó páratartalom van egyébként még mindig. Carolina Rossi találata, ez is kettőt ért. 6-2 Argentínának, de csak egészen eddig a pillanatig.
mert hogy Víg Viktória is meg tudott fordulni a levegőben, és aztán a kapuba lőtt 6-4. Egyelőre az argentinok támadásainak jó része, ugye egy védése volt egyelőre Gyűrinek, szóval az argentin támadások jó részt gólokkal fejeződnek be egyelőre. Megvan az még. Egy. Kifelé pattan sajnos. Yamila Uysaque. Csake. És a magyar labdarúgó válogatott himnusza. Gyakorlatilag lehet most már ennek is titulálni, hogy az ilyen soha nem ér véget, ezt hallatjuk itt most. És énekli is természetesen a közönség. Hát egészen felemelő pillanatok. És a második védése is megvan a magyar csapatnak. Ez most Pozsó Nóra Leila volt az, aki összehozta. Hogy látod egyébként, hogy kezdett a magyar csapat? Lassan 3 perc telik el a meccsből. Jól kezdtek támadásban, a védekezés kéne egy kicsit összeszedniük. Ott érzek egy kicsit hiányt. Ugye most Pozsó Leila bejött a kapuba. Hát, ha ő egy kicsit lendületet ad a védőknek. Az első fordulót követően egyébként Magyarország vezette a csoportját, mert hogy 36-26 volt a gólaránya, és ez volt a legtöbb. A spanyolok és az olaszok tudtak még győzelemmel kezdeni. Ausztrália, Argentina. Steinfeld pedig kikapott. Lehet zárkózni. 8-4 egyelőre. A dél-amerikai válogatott előnye. Óriási gól! Fel a léc alá! Már azt akartam mondani épp, hogy nincs ott hely, hogy bemenjen a lövés. Kressz Ruzsina lövése, de szerencsére rám cáfolt. Már zúg a mindent bele. Egy picit talán még korai, de inkább több szurkolást legyen, mint kevesebb. Nagyon fontos a kommunikáció. A csapattagok megfelelően beszéljenek egymással, és a különböző, hát ne legyenek szintek ilyen szempontból. Nyilván a csapatkapitány talán többet beszél a társakhoz, de alapvetően fontos, hogy mindenki tudja és megértse a feladatát. 10-6 közben. Igen, meg valószínűleg azt beszélték meg a Fruzsi és a Virág Noémi, hogy melyik támadó játékos kell egy kicsit elbizonytalanítani, és melyiket lehet becsapni. Itt egy magyar helyzet, és egy újabb új Csake védés. Új hegyjel bele tudott még érni az argentinok hálóra. Eltelt az első játékrész fele, egyelőre 10-6-os argentin előny. A kínai, úgy de szép gól volt. Aguzzi. Így örül a szövetségi kapitány, és bizony 12-6-os argentin vezetésnél a magyar válogatott időt kért, talán a lehető legjobbkor. Az argentinok nagyon szépen feladják a kínaiokat, azokat kéne valahogy megoldani. Legyen valami a védelemmel is, Sajó, mert hamar vége van a VB-nek így. 3-ra! 1-2-3! Magyarok! Teljes mértékben őszinte szövetségi kapitányt hallottuk, hát hamar vége lesz így a VB-nek. Nyilván egy picit talán túlzás, de olyan szempontból való igaz, hogy azért a magyar csapat nem így kezdte mondjuk a Tájföld elleni találkozóját, bár elmondták a hölgyek, hogy azért a hazai pálya és a televíziós közvetítés miatt egy picit talán jobban izgulnak és lámpalázasabbak, mint korábban. De hát ez nem lehet probléma, az inkább kell, hogy dobja őket. Nem tudom, hogy egyébként az első meccs után beszéltél-e velük. Nem tudtam velük beszélni, egyből mentek vissza pihenni, meg ugye ebédelni, és már készültek a következő meccsre. Most senkivel nem tudtam beszélni, hogy hogy érezték, vagy mit beszéltek meg meccs után. Mi zavarni sem akart velük, hogy nyilvánvalóan. Na nézzük, mennyire használt az időkérés. 12-6, tehát Argentina előnye egyelőre. Szép gól! Ez is fordulást követően Víg Viktória. Nem is lépett be, és őre úgy tűnt, mintha, de szerencsére a játékvezetők nem így látták.
Megint a kínait játsszák, és ez is bent van sajnos. Aguzzi megint. Spanyolok elleni első csoportmérkőzésen alig szerzett volt Aguzzi, sőt egészen konkrétan ígyet sem. Na de nézzük inkább a magyar csapatot. Grósz Kitti, aki ugye rajtad kívül Bozsi az egyetlen olyan játékosa a strand kézilabda válogatottnak, aki teremben NB1-es csapatban kézilabdázik, ugye te az Érdő pedig a Váci játékosa voltál az előző idényben. Össze lehet tehát azért egyeztetni bizonyos szinteken a két sportágat. Meg lehet oldani. Jó a védés! A második bozsóhárítás. Rögtön rá is kezdenek a Leila buzdítása. Ez pedig egy kiketlenül nagy gól. Lenni is marad Aguzzi. Zsinorban három találatot jegyzett. És talán vagy a levegőben ütköztek vele, vagy rosszul esett, vagy esetlenül lehet, kettő. Vagy lehet, hogy a kapus ráugrol. Na, visszajátszás. Na, igazat lehet. Talán Bozsó lábfejével találkozott Aguzzi. Au. Vagy talpával, igen. Ez még neked is fájt innen. Ez azért nem kellemes dolog. Én így azért a rengeteg ugrálás, vetődés, mert hogy ugye védekezés közben is lehet bevetődni, azért fölmerül a kérdés, hogy ez mennyire sérülés veszélyes ez a sportág. Akár mondjuk, ha csak a különböző szalagok, a poka és térszalagokra gondol az ember. Hát ugye itt elvileg fizikális kontakt, úgyhogy falt vagy hasonlók nincsenek. Ugye itt elvileg a két játékos ütközni nem ütközhet. Ugye sajnos benne van a sportban, hogy így a kapus, ahogy előbb a Leira véletlenül fejbe rúgta a játékos. Tehát ez a velejárója. De 6-10, és már kevesebb, mint 3 perc van csupán hátra az első félidőből. Ez is bent van, a másik irányba várta Bozsó a labdát, de ez a jobb alsóban kötött ki. Egyetért viszont csak a találat, most ezt valóban hagyományos gólnak ítélték meg. Ez viszont így 2 lehetett volna. Azt kell, hogy mondjam, hogy Luis Csake egyébként nem véd rosszul az argentin kapusa. Legalább a negyedik zicsert hatástalanította. Egyelőre most jól zárunk, és aztán az üres ember ugyanazt megteszi, mint az előző támadáskor. Rossi. Hát 2 perc van hátra, és 18-10. 8 gól, 8 pont a hátránya a csapatnak. Ez behozhatónak számít? Vagy azért ez már határeset? Behozható, még azért 2 perc, az sok időnek számít. De ahogy néztem, ugye az argentinok elkezdtek inkább biztonsági egyest lőni. Ugye inkább gólt szereznek, mint bizonytalanul feladnak egy kínait, vagy akár ne tud egy kapufára lőtt 360 fokos fordulattal. De ha a védelmünk és a kapus összeáll, akkor szerintem megoldható ez a különbség. Például így. Tudom, hogy minden meccset és fél időt meg akar nyerni az ember, de mennyire gondolkodik úgy esetleg, hogy ezt inkább engedjük el, és a következőt megnyomjuk? Hát így nem gondolkodik szerintem a csapat, hogy ezt engedjük el, és hogy a következőt megnyomjuk. Inkább úgy, hogy mindent megtesznek most, hogy legalább egy aranygólért menjenek, de ha nem sikerül, akkor a következő fél időt szeretnék megnyerni, és ugye azt teljes bedobása. Hát ez is egy olyasfajta volt, sajnos úgy tűnik, hogy az első játékrész eldőlt még hozzá Argentina irányába. Most már kevesebb, mint 50 másodperc van hátra, 8 gól a két csapat között a különbség. Ketten is rávetődtek, úgyhogy ezért jár a büntető. Krecz Fruzsina volt a szenvedő fél, imeit megnézhetjük még egyszer, nagyon szép volt a csele egyébként. Igen, ez 7-es. Ugye a sáncolók hozzáértek a lövő játékoshoz, és ugye ez szabálytalan. Ezáltal büntető dobás. Az ő kezében a labda, és ott van a jobb alsóban. 20-14, 30 másodperc még az első félidőből.
ez egy tökéletes büntető volt. Ahogy ez is ott kikötött a bal felsőben. Az argentinok az első mérkőzésükön összesen szereztek 19 gólt vagy 19 pontot, most egy fél idő alatt többet lőnek. És ez is fölé száll sajnos. Igazából a lényegen úgy tűnik, hogy nem változtat, hiszen leperek hamarosan az első játékrész. 22-14-re nyeri Argentina az első fél időt Magyarország ellen. Ez ugye összességében még nem jelent semmit, hiszen meg kell nyerni a második fél időt is, és akkor meg kell nyerni a második fél időt a magyar csapatnak, és akkor utána jöhet esetleg egy szétlövés. Védekezés az, amiben leginkább javulnunk kell? Igen, inkább a védekezés. Mondjuk itt a meccs végén a lövések is ugye pontatlanok voltak. Meg. Azért edzettél, hogy itt jó legyél. Szarok rá, ki van a nézőtéren, mit csinál, ki a rokonod, ki a barátod, hogy izgulsz. Ezen a 10 percen múlik. Be kell hozni, és utána szét kell lőni. 10 évet dolgoztál, hogy itt legyen egy világverseny, megmutasd, hogy ügyes vagy. Ha nem tudod, akkor mi a bánat a dolgoztunk. Nagyszerű sóval is készültek a szervezők. Támadás, váltások, mozgások, forog rá, nem fújja le, hogy lenne a lába. Mozogjunk többet, nyújjunk bele, csináljuk meg. Gyerünk, csajok, gyerünk, lányok, csináljuk meg! 4 perc, csajok, 4 perc, igyál!